5 új MOL bubi gyűjtőállomással bővült az újbudai közbringa szolgáltatás, így város szerte már 207 helyszínen lehet a zöld kerékpárokra pattanni. A fejlesztés célja, hogy akár a közösségi közlekedéssel kombinálva egyre többen és többször döntsenek a kerékpározás mellett. Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője az átadón arról is beszélt, a fejlesztés által Újbudán lehet a legkönnyebben bubival közlekedni. A 11. kerületben már 36 bubi állomás található, ezzel talán mondhatom, hogy a 11. kerületben van a legnagyobb bubi hálózat, és fontos célunk egyébként az, hogy tovább terjesszük a hálózatot a következő években, mert azt látjuk, hogy nagyon nagy igény van a fenntartható közösségi közlekedésre. Ezt támasztja alá az is, hogy ami 2019-ben csak évi 300 ezer utazást regisztráltak, 2023-ban már 10-szer annyian, 3,4 millióan használták a MOL bubit. A közösségi bringázás népszerűsége pedig növekedőben van. Az idei évre is van egyébként adatunk, azt látjuk, hogy folyamatos a bővülés, a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva idén már 26%-nyival többen használták a MOL bubit. Új bubi állomások létesültek a Budafoki út és a Karinti-Frigyes út sarkán, a Vincellér utca és a Bocskai út sarkán, a Hengermalom út Budafoki út kereszteződésénél, a Hausmann-Alajos utca Szerémi út találkozásánál, valamint a Fehérvári úti bringasáv mellett az Etele úti kereszteződésnél. A bringahálózat olyan jól kiépített, hogy szinte minden villamos megállóban van egy bubi állomás, így nyugodtan tervezhetjük városi utazásainkat kerékpárral is. Nagyon jól képített kerékpárút hálózata van most már a kerületnek, és ez megadja azt annak az alapját, hogy gyakorlatilag minden hatodik bubi állomás a 11. kerületben van. Gyakorlatilag most vagyunk a zóna szélén itt az Etele útnál. A cél az, hogy kicsit lejjebb is akár a kerület határig eljussunk itt tovább a Fehérvári és a Tétény útak mentén, illetve átmenjünk a vasúton, Őrmező, illetve a Gazdaglét alja. A bubi újításai közé tartozik, hogy a korábbi fémtárcsás dokkolás helyett az ügyfélnek csupán annyi a dolga, hogy QR-kóddal feloldja a zárat, ha pedig végzett, letámasztja a biciklit a zöld kereten belül, majd egy mozdulattal blokkolja a zárat.